Tatai edzőtáborozást követően álltak rajthoz a legjobb nyíregyházi atléták a téli dobóbajnokságon. Szombathelyen 2 ezüst és 2 bronzérem jutott Kerekes László tanítványainak, akik közül a diszkoszvető Szikszai Róbert elmaradt a várakozástól, az U23-as Európa-bajnoki bronzérmes az 5. helyen végzett. 4 éremmel elégedett vagyok, mert körülbelül ennyit terveztünk. Igaz, hogy a versenyzők nagyobb része hozta is a teljesítményt, az elmaradt eredményeket, viszont a legfontosabb, illetve a legeredményesebb versenyzők az nem igazán, és ez rányomta a bélyegét az egész versenynek az eredményességére. Kerekes Dóra diszkoszvetésben 49 méter 22 cm-es eredménnyel szerezte meg az ezüstérmet. Elégedett vagyok vele, szerettem volna nagyobbat dobni, de a helyezés ez volt a kitűzött cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy így első versenynek jó volt. Káplár János 56-48-as eredménye a 4. helyen végzett a diszkoszvetők mezőnyében. Őszintén szóval nem vagyok elégedett se az eredménnyel, se a helyezéssel. Bár azt leszámítva, hogy a héten, vagy múlt héten edzőtáborban voltunk Tatán, nem edzettünk úgy, de a dobás sem ment úgy, meg úgy előtte se dobáltam 56 méternél nagyobbat, végül is így utána belegondolva jó az az eredmény. Szerettem volna egy olyan egyéni csúcs közelébe, egy 59-60 méter körül dobni. Ez most nem jött ki, hát majd a következőkben 2 hét múlva utazunk ugye elvileg az Európa kupára, aztán majd ott hátra kijön ez a 60 méteres dobás. Az aradi Európa kupán Káplár János és Kerekes Dóra képviseli majd a nyíregyházi színeket. Március végén Portugáliában, majd Montenegróba utaznak edzőtáborozni a dobóatléták, hogy tökéletesen fel tudjanak készülni a szabadtéri versenyidőszakra.